Szeretettel üdvözlöm a kedves videónézőket, amit most látnak. Ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közlekedésmérnöki és járműmérnöki karának a jármű és hajtáselemek egyes számú előadás sorozatának az első videója. Ez a videó úgy készül most éppen, hogy ez egy nem élő adás, hanem felvételre megy, hogy a 2020 tavasszal készülő előadás anyag nagyjából teljes legyen. A 2020-as év eredménye ismeretében tudjuk, hogy ott évközben kezdődött el az előadásoknak a videóra vétele, és a hiányzókat most így utólag pótolom hozzá. Aki pedig most jön és elsős is nézi ezt az adást, miről lesz itt szó? Itt jellemzően kettő dologról lesz szó. Az egyik dolog a különböző gépelemek, gépépítő alkatrészek, rendszerek, részegységek viselkedése, működése, alapvető számítási módszerei. A másik dolog pedig a berendezések, gépegységek méretezésének kérdései. Méretezése mondjuk időben állandó terhelésre és kismértékben időben rendszeresen változó terheléssel. Önök nagy valószínűséggel ezt a tananyagot online fogják hallgatni. Mire kell figyelni az online tanuláskor? Biztosan van gyakorlatuk már benne, de azért elmondom, hogy az online világ úgy működik, hogy a különböző szoftverek, applikációk, programok az önök figyelméért versenyeznek. Ebbe a figyelemért versenyző sorba állunk be most mi is. Tehát, hogyha ön éppen hatékonyan akar tanulni, akkor a hatékonyság alapfeltétele az, hogy a különböző pittyegő, berregő, rezgő, csipogó üzenetjelző applikációkat és programokat szépen csukja be, zárja le, halkítsa, eltüntesse el, és próbálja meg az ilyenfajta előadás videókat viszonylag nyugodtan és ráérősen nézegetni. Tanulni úgy lehet, meg fogja ezt későbbiekben látni, hogy odafigyel a dologra, megérti, és némi időt fordít arra, hogy a látottakat, hallottakat megemészze. Ennek a tantárgynak itt a műegyetemen a sorozata az 14 elemet tartalmaz, tehát 14 előadás lesz ebben a jármű és hajtáselemek egy témában. Meg lehet próbálni úgy csinálni, mint tetszőleges sorozattal a Netflixen, hogy lepörget 4 nap alatt. Attól tartok, hogy ez némileg sűrűbb. Tehát javasolnám a heti egy alkalom ütemes megnézését, kijegyzetelését, és ezek alapján a szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek hozzáolvasását, és ezek alapján fognak tudni olyan fajta tudásra szert tenni, amely nagy vonalakban, mondjuk MSC végére már egy kezdőmérnök szintjét megüti. Természetesen az internet nagy, és persze, hogy minden föl van rakva, bizonyosan azokban a témákban is rengeteg videó van, amelyekről most én fogok mesélni. Ami az én dolgom, az az, hogy viszonylag koherensen, ha tetszik, láncra felfűzve meséljek a dolgokról, hogy amikor hozzákeresnek, rákeresnek, megnézik mondjuk az MIT-t, megnézik mondjuk a gépészkari videókat, megnézik mondjuk a Zürichi Főiskola videóit, akkor tudják kötni, hogy na hát, ezt már itt hallottuk, ezt ott hallottuk, amott hallottuk, és ezt már tudjuk, ezt már tudjuk, ezt már tudjuk. Ez volna itt a cél. Tekintve, hogy önök most a képernyő előtt ülnek, és van egy stop gomb, meg egy rewind gomb önök előtt a képernyő környékén, a dolgokat jellemzően egyszer fogom elmondani, és nem ismétlem meg, önök majd visszapörgetik, ha visszapörgetésre van szükség. Egy dolgot persze elfelejtettem, több dolgot. Nagyon sokszor és sokat fogok bakizni, ne aggódjanak miatt, nyugodtan ér kinevetni. Mémeket csinálni is ér, csak tessék linkelni a forrást. Illetve a következő pedig az, hogy
Hát persze, nem mutatkoztam be, bocsánat. Engem úgy hívnak, hogy Lovas László, és a gépelemek tantár csoportot szoktam itt előadni a közlekkoron ezen a tanszéken. Gyorsan föl is írom a elérhetőségeimet. Azt mondja, hogy ami most lesz, az a jármű és hajtáselemek. Abból is az egyes. És engem úgy hívnak, hogy Lovas László. És a Műegyetem kampuszán az ST épület 208-as szobájában fogok előfordulni. És interneten pedig úgy lehet engem megtalálni, hogy Lovas Kukac kge.bme.hu. Jó. Igyekszem úgy beszélni, hogy az előadások érthetőek legyenek. Ha mégsem érthetőek, vannak tanszéki szakkönyvek, mely tanszéki szakkönyvek az előadások anyagát bővítve, rendezettebben, kevesebb bakival fogják elmondani. Mindazonáltal ezeket kell tudni olvasni. Értő figyelemmel és kellő ráéréssel, és nem két gyors Facebook poszt között, vagy két gyors chat üzenet között. Jó? Tehát másfajta figyelmet igényelnek ezek a dolgok. Megemlítem Zsári Árpád tanár úrnak a nagy klasszikusát, Gépelemek 1 és 2 tankönyvek. Gyönyörű szép ábra anyag van bennük, tussal rajzolva, nem paint-elnek Photoshoppal, tussal és kézzel rajzolva. Illetve megemlítem még Szendrő Péter úr által összeszerkesztett Gépelemek BSC jegyzetet. Az is viszonylag használható és érdekes. És hát vannak tanszéki jegyzeteink is, amelyek a tanszék honlapjáról letölthetőek. Tanszék honlapja klasszikusan www.jht.bme.hu. És a webszerverünk olyan szép régi, hogy még a www-t elő kell írni, különben nem fogja megtalálni, hogy miről van szó. Jó. Ezek után a mai másfél órás előadásban azt szeretném elmesélni, hogy a mérnök, vagyis amit mi szeretnénk oktatni és önökből csinálni, tervezőmérnök, az egy ilyen termék életének a melyik részén és hol helyezkedik el, illetve hol van az ő feladatainak nagy része. Miért mondom ezt én el? Azért mondom el, mert a modern mérnök az jellemzően nem magányos óriás, mint például Nikola Tesla, ha nem tudják ki, az megkeresik a Wikipédián. Vagy például John Britton, ha nem tudják ki, az megkeresik a Wikipédián. Hanem jellemzően csapatjátékos. És ha csapatjátékos, akkor nem árt, ha tud a társai fejével gondolkodni, és tud a célközönség fejével gondolkodni. Úgyhogy egy picit a mostani óra az kitekintés arra, hogy mi az a környezet, melyben egy mérnök dolgozni fog, és hogy értse, hogy miért kell olyan dolgokat is megtanulnia, amelyek első ránézésre köszönő viszonyban sincsenek a klasszikus hardcore mérnökséggel. Az egyik ok tehát az, hogy nem lehet tudni. Az egyik ok az, hogy a társszakmákkal értelmesen kapcsolatot kell tudni építeni. A másik ok pedig az, hogy önök, mint hallgatók, egyetemi hallgatók nem tudják, hogy végzett hallgatóként mit fognak csinálni, milyen munkakört töltenek be, illetve továbbra is nem tudják, hogy mondjuk a technológia gyors változásával 5-6-7-8 év múlva milyen munkakört fognak betölteni, milyen addigra kialakuló új munkakörökben kell pionírkodniuk, ha nem tudják, mi az, hogy pionír. Esetleg úttörő, megnézik a Wikipédián vagy internet más bugyraiban. Tehát pionírkodni
és emiatt nem árt, hogyha minél szélesebb alapképzettséggel rendelkeznek. A széles alapképzettség pedig azt jelenti, hogy olyat tanulnak, amilyen dologról éppen az akkori tudásuk szerint, amilyen dolog az akkori tudásuk szerint egyáltalán nem fontos és nem érdekes. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint a mozaik. Nem mozaik, hanem kirakós játék. Angolul puzzle, úgy írják, hogy puzzle. Ha az ember mondjuk egy szolid 1500 darabos kirakóssal dolgozik, vagy 3000 darabossal, 5000 vagy 8000 darabossal, akkor nagyon nehéz kitalálni azt, hogy az adott darabka a kezében a 8000-ből, vagy akár csak 1500-ból, az a képen hol van. Annyit el tudunk dönteni, hogy széle vagy nem széle, de ezen túlmenő információt akkor fogunk tudni a darabkáról mondani, ha mondjuk a kép 70-80%-a már kirakódott. És ez az, amire önöknek nagyjából, ugye BSC, MSC az nagyjából 5,5 év, mondjuk olyan 6 év múlva lesz, 7 év múlva lesz rálátása. Jó? Tehát addig kérem, hogy higgyék el, hogy amit mondunk, az fontos, és amit meg kell tanulni, azt meg kell tanulni. Jó, ezután a bevezető után kezdjük el magát a tananyagot, és akkor, ahogy mondtam, kitekintés méghozzá egy pár szóban a mérnöki tervezői munka. No. Hát ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kell tervezni, ahhoz nem árt, hogyha az ember rendelkezik rendszerezett tudással. És ez a világ olyan, hogy lassan már a kreativitást is tanítják, hogyan legyünk kreatívok. És hát ennek kapcsán igyekeznek mindent adatbázisba rendezni, és az intuíciót olyan módon követni, hogy mondjuk tanulható legyen, ami nehéz, de legalábbis a folyamat maga követhető és minőségügyileg biztosított, egyenletesen olyan legyen, amilyen. Úgyhogy ennek kapcsán a termék kialakulás lépései, régi téma és régóta kutatott téma, egy termék kialakulásának lépései. Ezt talán közgázból hallották vagy tanulták, ha még nem, akkor is fogják biztosan. Milyen lépései vannak egy ilyen termék kialakulásnak? Tessék figyelni, mert ez viszonylag fontos. A dolgok nem úgy születnek, hogy a mérnök elvtárs ül... Ja, tudják mi az, hogy elvtárs? Önök szerintem ez fiatalok. Tehát akkor lesznek szívesek az interneten böngészni, hogy a eltérvidítés, meg az elvtárs, mint szó, az hogy és mit jelent, mikor használták, stb. A termék kialakulásának lépései, tehát nem olyanok, hogy a mérnök ül a szobájában, és rágja a egérke sarkát, mondjuk, mert ceruzája az nincsen neki már, vagy mondjuk a tapintóképernyő írópálcikájának a sarkát rágcsálja békésen, és aztán az ihlet megszállja, és alkot egy zseniálisat. Ez sajnos ma már nem így működik, mínusz a menthetetlenül zseniális zseniknél. Az első lépés szokásosan egy olyan lépés, amit úgy hívnak, hogy társadalmi igény feltárása. A társadalmi igény feltárása az klasszikusan a közvélemény kutatással foglalkozó szakemberek, a közvélemény kutatással foglalkozó szakma feladata. Ők azok, akik önöknek telefonálnak a lehető legrosszabb időpontban, és azt mondják, hogy XY irodától vannak, és csak egy pár kérdésre kell válaszolni az egész nem lesz több 3 percnél, majd 20 perc múlva elégedetten teszik le a telefont. Társadalmi igény például, hogy az emberek nagyon szeretnék, hogyha az internet a zsebükbe lehetne egy készüléken.
társadalmi igény például, hogy az emberek szeretnék, hogyha annyi pénzt keresnének, mint mondjuk Dél-Németországban, annyi munkával, mint mondjuk kit sértsek meg, például Észak-Moldáviában. Ez egy igény, de mondjuk igény lehet az is, hogy a társadalomban egyre több az idős ember, és egyre kevesebb a fiatal számszerűleg, tehát igény van olyan berendezésre, amely az idős emberek gondozását segíti bármilyen módon. Vagy mondjuk igény van olyan berendezésre, amely az internet végtelenségét kellőképpen korlátozza adott életkor alatt fölött ízlés szerint. Úgyhogy ezek a különböző fajta létező igények, vagy mondjuk igény van közlekedésre, olyan fajta közlekedési eszközre, amely napjainkban például koronavírusmentes, és tehát viszonylag egyéni közlekedés lehetőséget nyújt, de mondjuk az ember nem leizzadva érkezik meg reggel a munkahelyére, hanem frissen, üdén, és kellőképpen jól fésülten. Ez egy létező igény. Hogyha az igényt a marketinges kollégák felmérték, akkor az igazgató tanács ráül, és ebből lesz valamilyen fajta mérnöki szemmel nem teljesen érthető még, de valamilyen a cég azt akarja, hogy típusú feladat megfogalmazása. A cég például azt akarja, hogy mi legyünk a piacvezetők például tenger alatt járóra szerelhető napelemek terén. És innentől megvan a feladat, hogyan lehet tenger alatt járóra napelemeket szerelni, ezek milyen hatásfokúak, milyen mélységig, és a többi dolgoznak, de maga a feladat megvan fogalmazva, és a kedves szervezőbizottság igazgató tanács hátradől, hogy na, megvan a stratégia, így cél, és a célhoz mindössze már csak az utat kell megcsinálni. Az utat pedig a következő lépésben pontosítja az ember, vagy az adott szervezet, amelyikben dolgozik, azt mondja, követelmények megfogalmazása. Mi az, hogy követelmények megfogalmazása? Ha az embernek az a munkája például, hogy innovatív mókuskereket kell tervezni, vagy innovatív hörcsökkereket kell tervezni, amely lehetővé teszi a hörcsög edzéseinek nyomon követését, hogy a kedves gazda a hörcsög egészségi állapot változását figyelemmel kísérhesse alaposan, akkor célszerűen olyan hörcsökkerékkel, amely mondjuk a hörcsög kerékbemászása pillanatában bekapcsol, és elkezdi monitorozni a fordulatokat, bekapcsolja a hozzátartozó webkamerát, hogy a kedves gazdi távolról tudja nézni a hörcsög, mennyire érzi jól magát abban a hörcsögkerékben, tudja nézni a hörcsög hányat lép, milyen a szívritmusa valószínűleg, mekkora a hörcsög edzettségi szintje. Ezeket jellemzően ezen a szinten bontják ki. Itt még marketinges emberek vannak, azért itt meg kezdenek jönni hozzá szociológusok, kezdenek hozzá jönni mondjuk etológusok. Mindenféle olyan megfoghatatlan dolgokkal foglalkozó emberek, amelyek az önök jelenlegi tudás szintjén tisztelt a kivételnek, mérnöki szempontból teljesen fölöslegesek. Hogyha az önök tudás szintje kellően magasra elér, és a mozaik darabkák, kirakós darabkák kezdenek összeállni, akkor fogják megérteni majd azt, hogy ezek a tudományterületek rendkívül fontosak. Mert a mérnök megtervezheti a világ legjobb kvarcóráját, hogyha az a kvarcóra mondjuk 40x20 méter méretű képernyős, és 2 tonna plusz akkumulátor, akkor ugye lehet, hogy a legjobb kvarcóra a világon, de mint termék nagyon-nagyon sikertelennek tűnik előre is. Jó, tehát követelmények megfogalmazása. Ez még mindig akkor nem a mérnök birodalma. Honnan fog, mi lesznek a következő lépése? Funkciók megfogalmazása. Például, ha napelem van a tenger alatt járón, ez mondjuk bírjon ki
1000 méter merülési mélységet, legyen persze vízálló, nagyjából mondjuk 30 méteren már dolgozzon, 30 méter vízmélységben úgy értem. Ha a tenger alatt járó a felszínen van és jön egy jégeső, akkor ne törjön már össze, mert hülyén néz ki. És mondjuk legyen viszonylag egyszerűen a rózsaszín szövethevederekkel a tenger alatt járó testére erősíthető, hogy a mély vízben is kellőképpen látszódjon, hogy le kell operálni róla. És ezeket akkor szépen bontogatva és boncolgatva, ugye a feladat megfogalmazás mondjuk egy mondat, követelmények az egy negyed oldal, fél oldal, funkciók megfogalmazása, ez egész hosszú tud lenni most már, és innentől, ha ez kellőképpen ki van bontva, onnan jön a mezítlábas kezdőmérnök, mert ő már tudja azt, hogy adott funkcióra milyen berendezéssel, részegységgel, elemmel tud készülni, és a szükséges követelményeknek eleget tenni. Tehát a következő lépés a funkciókhoz, ezekhez műszaki megoldások keresése. Na, ilyen műszaki megoldásokat fognak például tanulni ennek a tantárgynak a keretében. Jó? Következő lépés, ha a műszaki megoldás halmaza készen van, ezeket össze lehet fűzni egy berendezéssé, és ha berendezés megvan, akkor lehet csinálni belőle működési vázlatot. Működési vázlat készítése. Ezzel egészen biztosan fognak foglalkozni. És mi lesz itt még? Hogyha az ember berendezés családban gondolkodik, mert az olcsó, akkor célszerűen föl kell venni a különböző teljesítményváltozatokat. Különböző teljesítményváltozatok kidolgozása. Ha az ember például gázturbinát gyárt, akkor a gázturbinagyárban mindenképpen van egy lapát gyártó részleg, és a gázturbina lapátból, hogyha mondjuk egy koszorúban van 10, az egy kicsike gázturbina. Hogyha egy koszorúban van mondjuk 130, az egy nagy gázturbina, lapát szinten mégis a különbség nem olyan nagy, így lehet akkor tehát teljesítményverziókat összerakosgatni a meglevő alkatrészekből. Ha például kompresszort gyártunk, a kompresszor lehet például egy gumimatrac felfújásra szolgáló pici kis akus kompresszor saját akkumulátorral, de lehet például egy haszonjármű levegőigényét fedező nagyobbacska, több kilovattos, több 10 kilovattos berendezés, lehet egy vasúti jármű levegőigényét teljesítő több hengeres, több 10 kW-os berendezés, vagy lehet akár például egy lowridernek az Airride típusú játékkompresszora, ezzel lehet olyan szépen bakkecskéző, lapos amerikai tepsi autókat összerakosgatni. És akkor megint mások a műszaki funkciók és a különböző műszaki követelmények. Jó? És ezt mind-mind egy alapelvből össze lehet rakni. Utalhatnék akár a Lego kockára is, ugye? Lego kockából, ugyanabból a kockából lehet A, B, C, D, E, F, G, H dolgot csinálni, az egészen kicsikét nullistától az egészen nagyig. Ugye egészen kicsike szokott lenni a klasszikus Lego fagyi, viszonylag kevés alkatrészből áll. Egészen nagy pedig szokott lenni mondjuk a Millennium Falcon, az több 10 000 Lego kockából áll,
vagy manapság mi a menő, a Bugatti Chiron az viszonylag menő szokott lenni, az is több tízezer LEGO kockából áll, kocka szinten jelentős részben egyformák. Jó, és ha ez megvan, akkor jön az, hogy formák, méretek, és minőség. Meghatározása. Meghatározása. Ez is nagyon fontos dolog. Azért fontos dolog, mert az ember mondjuk csinálhatja a világ legmenőbb mókuskerekét is, digitalizált és online és wifivel ellátott mókuskereket, ha mondjuk az négyszög kerületű, nem pedig henger, akkor lehet, hogy lesznek gondok vele. Hogyha a hörcsögkerék átmérője mondjuk 30 mm, és nem fér bele a hörcsög, megint csak vannak gondok vele. Hogyha a hörcsög erős lábaival nagyjából 10 lépés után szétrugdossa az egyes lépcsőfokokat a hörcsögkerékben, akkor megint vannak gondok vele. Az alkatrész formája, mérete, minősége nagyon klasszikusan a társadalmi igény feltárásától függ, és a követelmények megfogalmazásától függ. A forma, méret, minőség olyan dolog, hogy a mérnök ilyet is tud, meg olyat is tud. Tud nagyon jót csinálni, ami örökéletű, és tud olyat csinálni, ami mondjuk pontosan 224.300 ciklust bír ki, vagy pontosan 72 ciklust bír ki adott felhasználói minta mellett. És majd a vállalat eldönti magában, hogy mi lenne a cél. A mérnök persze tudja, hogy a cél az örökké tartó, karbantartásmentes dolog lenne, de a vállalatnak olyan az élete, hogy ő azért van, hogy termeljen, és ha a piacot telíti, akkor nem tud hova termelni. Tehát nem feltétlen a legjobb minőség mindig a célra vezető. Méretben persze passzolni kell a célhoz. Ha kézben fogós dolog, kalapács például, akkor lehet, hogy legyen mondjuk 200 kg a tömege, hiszen azt nehéz fölvenni kézzel, és mondjuk ne legyen 30 mm a nyél hossza, mert azt nehéz kezelni kézzel. És formára, ugye van az a szlogen, vagy talán mondás, vagy igaz, vagy nem, néha is Steve Jobs mondta, hogy neki olyan erős volt formatervezésből rettentően, tudta azt, hogy olyan forma kell, hogy a kedves vevőnek kedve legyen megnyalogatni körbe az adott terméket. Mondjuk ez WC-kefénél nem biztos, hogy igaz, jó orientáció, de mondjuk kézbevevős, trendi és társadalmi státuszt jellemző dolgoknál igenis fontos. Autó manapság az önök korosztályban már határeset. Önök azért vannak itt, mert járműtervezők akarnak lenni. A jármű az nem csak autó, hanem mondjuk bicikli, repülőgép, helikopter, tengeralattjáró, vasúti, kocsi, mozdony, felvonó például, betonkeverő. Ott a forma azért fontos, de például egy vasúti személykocsinál külalakjában azért az űrszelvény, meg a pálya, meg a sebesség elég konkrétan, meg a befogadó képesség elég konkrétan behatárolják a forma lehetőséget és a méret lehetőségeket. Úgyhogy ezek fogják mindjárt látni, iteratív dolgok, és egymásra kölcsönösen hatnak. Ami itt hátra van még, ha minden meg van csinálva, akkor az ember fogja, ha minden el van döntve, bocsánat, az ember fogja, és neki lát meghatározni a gyártási dokumentációt. Gyártási dokumentáció készítése. Aztán jön persze a gyártás, mint a termék.
És a gyártás megvolt, fontos még az eladás. És az eladott termék sorsának nyomon követése. Ezt én most buta egyszerűsítéssel piackutatásnak fogom hívni. De ez alatt azt értem, hogy ha a gyártócég értelmes, akkor rendkívül nagy súlyt fektet arra, hogy az ő általa készített termék hatását és azt az érzést, hogy az ő terméke az emberekre milyen hatással van, ezt visszaköveti. Klasszikus példa erre a Fidesz nevű pártnak a működése. Nagyon keményen kutatják az emberek véleményét, hogy amit ők gondolnak, mint párt, arra az emberek hogyan reagálnak, rezonálnak vagy nem rezonálnak. Fizikát biztos tanultak, rezonancia. És aszerint módosítják a terméket, amit az emberek jellemzően szeretnének hallani. No, és akkor nézzük. Mondhatják ennek, ehhez mi köze a mérnöknek. Egy csomó bigyó föl van sorolva, hogy társadalmi igény, meg mit tenni, piackutatás, meg eladás. Ezek azok a társ szakmák, társ tudományok, amelyekkel egy tervező mérnöknek együtt kéne működnie. És optimális esetben együtt is működik. Tehát, ha végignézem, azért ezek kemény szakmák. Piackutatás itt, piackutatás itt, piacfigyelés. Adatfeldolgozás, feladatmegfogalmazás, bölcsészet, tudomány, nyelvtudomány. Ezekből követelmények megfogalmazása, nagyjából szintén nyelvtudomány. Funkciók megfogalmazása, ez már inkább ilyen mérnökös és nyelvtudományi határterület, műszaki megoldás, blablabla, bla, bla, ezek mérnök, 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 forma, minőség, szobrász, művész, formatervező, alkalmazott grafikus szakma. Minőség. Hát a minőség ügy az egy sötét dolog, jellemzően azt értjük alatta, hogy a gyártás során a dolog a lehető legkevesebb mértékben, a dolog jellemzői a lehető legkevesebb mértékben szórjanak. Tehát ha én zöld kis autót szeretnék csinálni négy kerékkel, akkor a kis autó adott RAL színkód szerinti zöld maradjon plusz-minusz egy színkód lépcső eltérés, lehetőleg négy kerek legyen és ne három vagy kettő vagy öt, és mondjuk három éves gyerek, ahogy tologatja, a tologatási erőt nagyjából 200 üzemórán keresztül bírja ki. 200 üzemóra plusz-minusz 10 óra, 5 évesnél pedig mondjuk 100 üzemóra plusz-minusz 3 óra terheléssel. Na, erre figyelnek a minőséges kollégák. Meg a gyártás során a dolog mindig ugyanolyan legyen. Ahol ez működik, nagyon klasszikusan a Lego ilyen, volt szerencsém 1976-os dupló kockákkal játszani. Az 1976-os dupló kockáknak olyan a minősége, meg az anyaga, hogy méretpontosságban az új dupló kockákkal összepattinthatóak, és színben nagyjából két árnyalattal sötétebbek, mint az újak. Pedig látszik rajtuk csokoládé, látszik rajtuk rágás nyom, látszik rajtuk itt-ott olvadás, hőolvadás nyom, ugye a radiátor alatt föld benne tűzbe voltak tárolva, de ahol nincs bántva, ott nagyjából 40 év alatt nem veszít a jóságából. Minőségű, tehát fontos terület. A gyártási dokumentáció készítés, a gyártás nagyon-nagyon fontos terület, ezen is múlnak életek. És az eladás, ugye az ember sokat viccel a különböző kilincselős ügynökökön, meg marketinges bandán, nagyon kemény és masszív szakma, pszichológiával, viselkedéskutatással, emberi hülyeség nagyon pontos tanulmányozásával
és kampányok erépítésével együtt. És a piacfigyelés, a termékfigyelés, a vevőszolgálat, a garanciaügyintézés, a kezelése a különböző vitás ügyeknek megint csak egy cégnek a minőségét, vagy akár menőségét mutatja. Mert például az, ha nekem a telefonnak a képernyője elreped, a képernyő értéke mondjuk, mondtam egy számot, 100 euró, nagy számot mondtam. De ezt én otthon két csavarhúzóval 3 perc alatt ki tudom cserélni, az szerintem menő. Hogyha a cég meg úgy gondolja, hogy akkor ezt el kell nekem küldeni mondjuk Dél-Bostonba, Milánóból, hajóval. Majd ott megcsinálja a kedves mexikai vendégmunkás, majd visszahajózik Milánóig, és alig konténerbe hajózik vissza persze, tehát alig 8 hét múlva vissza is jött. A javított képernyő az nem biztos, hogy minőséget sugároz vevőszolgálati oldalról. Lehet, hogy egyszerű, olcsó és költséghatékony, de a termék szempontjából nem biztos, hogy hasznos. Szóval, csak hogy lássák, azért a mérnök, mint olyan, az nem egy magányos harcos, mint Rambó, ha nem tudják ki a Rambó, megint csak internet, kereső, és megnézik, hogy Rambó. Tehát a mérnök nem magányos harcos a dzsungelben, hanem valamilyen környezetben dolgozik. És akkor, akik nálunk végeznek itt a közlekkaron, azok mit tudnak ebből a rendesen, ebből a viszonylag hosszú és több lépcsős folyamatból, ezt szeretném gyorsan megmutatni. Mondjuk színkódolnám, jó? Az szokott működni. Legyen mondjuk a zöld, de belefirkálok, ez a mérnök területe, akik nálunk végeznek. Végzés alatt az MSC-t értem. A BSC-s mérnök az olyan, mint a túrós tészta túró nélkül. Jó? Erre mondhatják persze, hogy van Calcio e Pepe is, de ahhoz minőségi tészta kell, és minőségi bors kell. Sajnos ritka. Tehát mérnök működési területe, önök, akik túlélték a műszaki ábrázolás tantárgyat, valamilyen szinten ide jelölök egy vonalkát, hogy gyártási dokumentációban van hozzáértésük. Értem ez alatt a rajzdokumentáció készítést, de ehhez mindig vannak szöveges kísérőlapok, tételjegyzék, alkatrészlista, anyaglista, technológiai utasítás sorrend, amit fogják tanulni technológiából, gyártásból. Itt egész biztosan van mérnök. Hol van még mérnök? Muszáj mérnököt tenni a formák, méretek, minőség oldalra, tervező mérnököt, hiszen a forma lehet a legszebb absztrakt 3D-s véletlenszerű forma, ha nem gyártható, akkor baj van. Teljesítmény szintek egyértelműen mérnököt igényelnek. Működési vázlat, hát persze mérnök kell hozzá, és műszaki megoldás keresés, na erre képezzük éppen itt mink önöket. Hogyha nem hagyják magukat, akkor is. A gyártás, oda mi már nem képzünk tervezőmérnököt, a gyártás egy külön állatfajta, oda a gyártós elvtársak, gyártós mérnök kollégák kerülnek, mi ebben az öt lépéses részhalmazban mozgunk, és önök, amíg ide járnak hozzánk jármű és hajtás elemekre, majd aztán MSC-s tantárgyainkra, szerkezetanalízisre, és számítógéppel segített tervezésre ebben dolgoznak, illetve kicsit följebb, bár MSC-ben ez az első rész is részletes kidolgozásra kerül, hogyha itt maradnak MSC-zni. Jó, tehát a mérnök szakterület látszik, és ami izgalmas lehet még, mit kell csinálnunk, következő színkód, döntési pontok. Döntési pontok konstrukció kialakításakor. Konstrukció kialakításakor
hol lesznek döntési pontok? Nagyjából mindenhol. Műszaki megoldások keresése biztos döntési pont. Működési vázlat készítése biztos döntési pont, nem mindegy, hogyha a lineáris mozgást például csavarosóval vagy forgattyús hajtóművel hozom létre, nem lesz ugyanaz. Döntési pont teljesítményváltozatok kidolgozása, katicabogárhajtású legyen nekem a dolog, vagy inkább hajócsavarhajtású, nem mindegy. Formák, méretek, minőség. Hát persze, hogy el kell döntenem, hogy bogárhátú autóm lesz, kicsi rövid gömbölyű, vagy hosszú lapos, széles, tepsi formájú. Gyártási dokumentáció készítése, azt talán már nem. És hát még egy izgalmas szinkózót szeretnék jelölni, amit megint csak a mérnöknek kell csinálni, anyag kiválasztás. Anyagkiválasztás az jellemzően a végén szokott történni a dolgoknak. Formák, méretek, minőség. Ha az ember mondjuk boltívet épít, akkor nem mindegy, hogy az mondjuk kőből van, téglából van, öntött betonból van, mondjuk oxigénből van, vagy mézből van. Hiszen például a világűrben az oxigén az téglaformában van jelen, mínusz 273 fok közelében, viszonylag jó kalapálható és forgácsolható dolog. És hát a dokumentáció szempontjából nem mindegy, hogy én miből csinálok, hiszen a dokumentációban tanulták ezt műszaki ábrázolásból, föl kell tüntetni az adott dolog, adott formájú dolognak az anyagát, amiből készül. Például hódprémből, vagy például klasszikus bőrszíjhajtásnál, mondjuk marha hátbőrből, esetleg orszarmú vagy giziló hátbőrből, mind a kettő kitűnő minőségű bőranyag. Jó, szóval, hogy értsék, ez egy eléggé komplikált szakma, amit önök választottak maguknak, talán már kezdik látni. Rengeteg szerteágazó, alapozó tudás szükséges hozzá, és elég erőteljes együttműködési kényszerben fognak dolgozni más szakmákkal. Jegyezzék meg, ha olyan céghez kerülnek, ahol nagyjából ennyi lesz az önök munkája, akkor nem biztos, hogy a legjobb helyen vannak. Ha olyan céghez kerülnek, ahol nagyjából ettől a szinttől továbbiakban már önöket megkérdezik, vagy csak ott vannak, vagy véleményt kérnek önöktől, akkor lehet, hogy jó cégnél vannak, és ezt becsüljék meg. Hogyha az összes mindent önök csinálják, akkor ismerjék föl, hogy önök éppen vállalkoznak egyénileg, és a teljes spektrumot önállóan napi 26 órában ráérősen csinálják. Meg fogják látni, az illet kit hova vett, aki nálunk végez, meg fogja állni a lábát. Meg fogja állni a helyét, bocsánat. Saját lábon fog állni, így is mondhatnám. Jó. Ugye önök most nem bírnak kérdezni, hiszen képernyő előtt ülnek, és ez nem élő adás, úgyhogy akkor megyek tovább. Az is föl szokott merülni, hogy milyen jó a mérnöknek, mert a mérnök jó sokat keres. Hát a jó sok azért relatív. A jó mérnök sokat keres, a mérnök keres valamennyit, és egészen biztosan a mérnök többet keres, mint mondjuk egy árokás szakmunkás. A cégek olyanok, hogy nem az önök két szép személyért adnak önöknek, mint mérnöknek viszonylag jó fizetést, nem a fénymásló és kávéfőző képességeiket díjazzák, hanem azt a képességüket, hogy hatással vannak a cég gazdasági folyamataira. Mutatom, hogy hogyan vannak hatással. Ezt talán tanulták közgázból, vagy ha nem, akkor fogják közgázból tanulni. A mérnöki döntés hatása a termékre.
Mérnöki döntés hatása a termékre, tessék figyelni. Lesz egy függőleges tengelyem, meg egy viszintes tengelyem. Osszuk el ezt négy zónára a viszintes tengelyt. Az első szakasz a tervezés, az időjellegű tengely lesz. Tervezés. Következő szakasz a gyártás előkészítés. Maga a gyártás, mint olyan. Aztán pedig az összeszerelés. Ez kb. Addig. Összeszerelés. Ez nagyjából az ötlettől a termék kapunk kitolása előtti pillanatig tartó folyamat. És akkor nézzünk meg két jellemző görbét. Az egyik jellemző görbe az egy kellemesen ereszkedő görbe. Hogy ez most hiperbolikus-e, vagy más formája van, azt meg nem mondom. Ez a mérnök hatása. Mérnök hatása a termékre. Amíg tervezem, a papír mindent elbír, a rajzolótábla mindent elbír. Bármilyen opció elképzelhető. A gyártás előkészítésnél szűkül a skála, hiszen ilyen berendezésünk vagy van, vagy nincs, a gyárkapunk kifér, vagy nem fér ki, a csarnokban elfér, vagy nem fér el. Ha a gyártás le van már programozva, ott már nem igen lehet mit csinálni, meg van vásárolva a nyersanyag, azt nagyjából csinálni kell, ami meg van vásárolva, és föl van a berendezésünk készítve, és ha összeszereltük, ott már adottak a legyártott alkatrészek, sok szabadsága a tervezőnek nincs. Na, ehhez képest másik szokásos görbénk, ez pedig a módosítás. Költsége. Hogyha az én gyártói rendszerem beállt a 32 milliliteres vakont csapdák gyártásába, majd kiderül, hogy az adott országban a vakondok átlagos átmérője, törzs átmérője mondjuk 47 milliméter, akkor viszonylag baj van. Mert az összes legyártott 33 mm átmérői vakont csapda az adott országban eladhatónak eladható, csak nem fog működni. És ebből a cégnek presztízsvesztesége lesz. Úgyhogy a lehetőség veszek, keresek mondjuk olyan országot, ahol a vakondok kisebbek, és odasózom el a terméket, vagy azt mondom, hogy így jártam, és a gyártósort lenullázom, megrendelt 33-as átmérői anyagot lenullázom, selejtezem, eladom másnak, és újra kezdem a gyártás szervezést egy rettenetesen drága módszerrel. Módszer ez. Ebből tehát az látszik, hogy a mérnök felelőssége az pénzben kifejezhető. Tehát a mérnök nem azért keres sokat, mert olyan rettentően sokat tud, meg szép az öltönye, meg a nyakkendő pasztora, mondjuk az okniához mondtam valamit, hanem azért, mert a cégnek jól felfogott érdeke, hogy a lehető legügyesebb, legokosabb mérnököt szedje össze, amely a cégnél rendelkezésre álló gyártórendszerbe belepasszuló és a piacon jól eladható terméket tud összerakosgatni. És ez is nagy tudás, mert az ember tervezhet például konyhai robotgépet nagyon simán, de hogyha a gyárban az összes munkás 50 éve arra van beállva, hogy préselt alumíniumlemezből kanalakat gyártanak, akkor a konyhai robotgép gyártásához egy egyszerű,
gyártóberendezés sor cserénél nagyobb fejlesztésre van szükség. Ellenben, ha a mérnök mondjuk az alumíniumkanál gyár beosztott kollégái tudásával, meglevő tudásával, és a meglevő kanálpréselő berendezéseket felhasználva tud konyhai robotgépet csinálni, na az művészet, és az ilyen mérnök nagyon meg tud fizetve lenni. Jó? Ezekre tessék nagyon odafigyelni. Az autonómia nagyon fontos, a mérnöki fantázia határtalansága nagyon fontos, ha ésszel beilleszthető a meglevő üzemi keretek, ember, anyag, gépanyag, hardware, épületek állapota közé. Jó? Próbáljunk erősen, rendszerben gondolkodni. És akkor még egy pár szó a termék kialakításról. Azt szeretném itt elmondani, hogy a termék kialakítás az nem egy lineárisan folyó időben lépésről lépésre jól követhető és egyszerű folyamat, hanem épp az ellenkezője. Hát a termék kialakítására azért vannak bizonyos kulcsmomentum, termék kialakításánál vannak bizonyos kulcsmomentumok, amelyekre figyelni kell. Klasszikusan ugye külső hatások vannak terméken. Ugye átviendő erő vagy mozgás. Ezeket nem árt, ha a rendszer túléli. Ha ezek megvannak, innen jön az igénybevételek meghatározása. Mit gondolok én igénybevétel alatt? Tanultak szilárdságtant, akkor szilárdságtanból azok a fogalmak ismerősek, hogy mondjuk milyen lesz az alkatrészben a feszültség, hogyha az a fontos, vagy pedig a deformáció milyen lesz. Hogyha az a fontos. Egyik is lehet fontos, másik is lehet fontos. Ami aztán következik, az az úgynevezett károsodási határok meghatározása. Károsodási határok. A károsodási határ megint csak lehet olyan mértékegységű jellegű, mint az igénybevétel, meddig engedjük és hogyan. Tehát lehet mondjuk ugyanúgy feszültség, határérték, vagy deformáció, határérték. És ha ezek megvannak, jön a következő pont, a gyárthatóság és az ő gyártási szempontjai. Gyárthatóság, gyárthatóság és a gyártás szempontjai. Hát, ha megnézik, az olyan triviálisnak tűnik, nem?
külső hatások, ezekből valamilyen fajta igénybevétel fog a szerkezetben ébredni, az igénybevételekre adunk valami határt, hogy eddig engedjük a szerkezetet terhelődni, és ha ez megvan, el van döntve, akkor pedig úgy tudjuk gyártani, hogy ez a szerkezet nagyjából addigi terhelési szintig terhelhető legyen. Mik azok a mérnöki tevékenységek, amelyek itten működnek? Itt jellemzően a következő mérnöki tevékenységet látják, és akkor kapaszkodnak. Az egyik mérnöki tevékenység az alakadás. Megadom, hogy a dolognak milyen formája legyen. Nem elakadás, mert az más jelent. Alakadás, milyen formájú legyen a dolog. Ennek ugye hatása van a külső hatásra. Ha például kerekes kútnak a felhúzó szerkezetét kell tervezni, akkor az valamilyen hengeres dolog lesz jellemzően, és ennek függvényében dolgozok tovább. A másik ilyen szempont az anyag kiválasztása. Az alakadás meg az anyag egymással már összefügg, klasszikusan összefügg a gyártás és az anyag, hiszen amiből gyártok, olyan technológiát kell választanom, és az anyag összefügg egész biztos az igénybevétellel, és összefügg a károsodási határral is, de a gyártást, ha megnézem, a gyártás is függ az alakadástól, vagy fordítva, ha én csak hengeret lemezt tudok hegeszteni a gyárban, tervezhetek mondjuk öntött mókuskereket, ha nincs hozzá technológia. Az biztos nem kerül gyártásba. Jó, tehát az alakadás, anyagkiválasztás, gyárthatóság, alakadás, igénybevétel klasszikusan. Hát persze, az alak attól függ, milyen az igénybevétel. És a károsodási határtól is függ, tehát nagyjából, mint látják, itt most össze-vissza nyilazok mindent, minden mindentől függ. Ha pedig minden mindentől függ, akkor egész biztosan azt tudom mondani, hogy nincs egyetlen biztos megoldás. Ha pedig nincs egyetlen biztos megoldás, akkor hogyan tud a mérnök mégis sikeres lenni, és elvégezni az ő feladatját, hogyha tankönyv szerint az adott feladatra nincs megoldás. Hát itt a nincs megoldás az erős túlzás, ami a lényeg, hogy nincsen egyetlen biztos megoldás. Tetszik érteni? Tehát, ha nekem földet kell kimarkolni, akkor nem egyetlen fajta földmarkolót lehet csak tervezni, és készen van. Hanem ha a cég például belezőkarbonót gyárt, akkor a belezőkarbonót is lehet úgy áttervezni, hogy a belező funkciót, karbonó funkciót leveszem belőle, cserébe a földású funkciót belerakom. És már is egy lehetséges megoldást mérnöki erőfeszítéssel, konstrukcióval, gyártatósággal tettem a lépés a feladat megoldására, és akkor abból valami új dolog sül ki. Tehát a biztossága, meg az egyetlensége a megoldásnak, ez szokott mindig kétséges lenni. Hogy van megoldás, ez biztos, a mérnök azért mérnök, tud megoldást, de oda el kell jutni. Hogyan fog eljutni a mérnök a megoldáshoz? Úgy fog eljutni, hogy az út, ugye a Tao maga, ha buddhizmus tanultak, tessék figyelni, az maga az optimum keresés. Optimum keresés, és ennek okán egészen biztos többszörös iteráció.
klasszikus példa. Amikor föltalálták a működőképes, könnyen használható varrógépet, és ezzel mellékesen a ruhaipart forgalmasították, az európai designer úgy gondolta, hogy hát Európa, a munkás ember ül valami szék mellett, hogy a két keze szabadon legyen, és a két kezével igazgatja a folyamatosan varró tű alatt az anyagot, tehát lábával célszerű hajtani a gépet. És amikor ezt a gépet megpróbálták világszerte exportálni, mondjuk 120 évvel ezelőtt, akkor hökkentek meg, ugye, hogy vannak olyan kultúrák, ahol nincsen szék, mint olyan. Az emberek a földön ülnek. Az emberek a földön ülnek, lábikójukon ülnek, pláne lábikójuk az ott része tisztátalan, azzal nem csinál semmit, csak árajt és néha mossa, akkor ez az opció, hogy a pedállal, lábikóval hajtja a varrógépet, az nem működik. És bizony, kellett olyan varrógépet csinálni, ahol a varrógép a földtől 10 centi magasságban tartja az ő munkaasztalát, és a munkás mondjuk jobb kézzel hajtja a varrógépet, kézzel, és a maradék bal kezével igazgatja a tű alatt az anyagot. Ez is megoldás. Adott kulturális környezetre, tök jó megoldás. Ha a YouTube-on körülnéznek varró műhelyi videókat mondjuk ezelőtt 150 vagy 120 évről, akkor megdöbbentő különbségeket látnak, de a varrógép maga, a működő része mindig ugyanaz, csak a user interface különbözik rajta. Bár a varrógép maga, mint olyan varrógép, mégis ki használja és hogy használja, nagyon különbözik. Tetszik érteni? És már ez is mérnöki munka, hogy kinek, milyen és hogyan hajtható, működhető varrógépet lehet csinálni. Meg fogják látni, ugye nálunk a tantárgy keretében mindig vannak féléves tervek, tervezendő, rajzolandó, kialakítandó konstrukciók, különösen jármű és hajtáselemek 2-ből, 3-ból és MSC tantárgyból, hogy az optimum keresés és a többszörös iteráció az a mérnöki gondolkodás alapeleme. Mindig van A, B, C verzió, van D verzió, és biztos, hogy el fogja az ember elsőre baltázni ezt meg azt. Nem ijed meg tőle, belekalkulálja a tervezési folyamatba, és bizony időt szán arra, hogy a jó ötletnek tűnő, ám valóságban adott ok miatt megvalósíthatatlan, vagy minőségileg nem megfelelő, vagy károsodási határ szempontjából nem megfelelő elemeket bizony módosítani kell menet közben, hogy egy tisztességesen stabil és masszív konstrukció a dologból kialakulhasson. Jó? Arra kérném önöket, hogy ezt a fajta gondolatmenetet méltóztassanak észben tartani. Azért, mert a mérnöki életük során nagyon sokszor fognak ehhez visszanyúlni, és nagyon sokszor fogják ezt végig gondolni, hogy tudják, hogy hogyan kéne és mit kéne, csak vagy idő, vagy eszköz, vagy energia nincsen hozzá. Idős professzor bácsik szokták mesélni, hogy Szibériában hogy volt, meg hogy volt az mondjuk 1947-ben, amikor adott időpontra kellett valamit előkészíteni, és hát izgalmas dolgok történnek olyankor az ember fejében, vagy ha nem sikerül, akkor utána az ember fejével. Ez egy ilyen sport. Jó, tehát ezt nagyon tessék észben tartani. És a kérdés az, hogy az embernek mire van szüksége ahhoz, hogy az optimumot meg tudja keresni, és az optimumot megtalálja, és tudjon iterálni, és az első nehézség hatására ne essen kétségbe, és kezdjen vadul facebookozni, mert az úgyis segítés nyugtat. Ehhez a következőkre van szükség.
Optimum keresés során alkalmazott tudományok. Mi az, amit föl lehet használni ilyenfajta optimum megkereséséhez? Az első ilyen dolog, klasszikusan tanulják mechanika, abból is statika, dinamika, ha mozgó alkatrészek vannak, szilárdságtan, ami leírja azt, hogy mi van az alkatrész belsejében, mi mozog és merre, feszültségek, nyúlások. Ezek után különböző fajta anyagtudományok, például rugalmasságtan, illetve képlékenységtan, ugye itt arról van szó, hogy rugalmasságtan akkor van, amikor a feszültségeket nem engedjük a rugalmassági határérték fölé, képlékenységtan, amikor direkt úgy deformáljuk az anyagot, hogy az deformált állapotát megőrizze. Meg hát klasszikusan még persze a gyártás technológia. Annak rengeteg arcával és rengeteg mindenféléjével. Úgyhogy ezeket mind tanulják ám egyébként, meg van ilyen órájuk, vagy ha nincs, akkor lesz. Hát azért tanulják ezeket, akkor most talán kezdik átlátni, hogy a mérnöki munkához szükséges alapismereteket szépen, apránként összeszedegessék. És azért ez nem triviális, mert ezek külön-külön nehéz tantárgyak, márpedig a jó mérnökségnek alapfeltétele ezeknek a tárgyaknak, majdan vagy most tanulandó, vagy már megtanult tárgyaknak a készségszintű alkalmazása. A számítógép korában persze, hogyha minden információ az interneten fönn van, ez viszonylag hamar megkereshető, és viszonylag hamar előbányázható, ha, és itt jön a ha, hogyha tudják, hogy miről van szó. Ha emlékeznek, hogy ezt tanulták, ha emlékeznek az alapképletekre, akkor könnyű visszakeresni, könnyű a 280 oldalas PDF-ből megkeresni azt a három oldalt, ami erről szól. Ha fogalmunk nincs róla, és élesben kell megtanulni, a már rége rossz. Az úgy nem fog működni. Úgyhogy akkor kulcsmondat, mit fogunk ebben a tárgyban tanulni? Ahogy már meséltem, klasszikusan, szokásos műszaki megoldásokat, adott funkciók ellátására, illetve károsodási határok meghatározását,
károsodási határok meghatározását különböző terhelésfajták esetén. Különböző terhelésfajták. Mert bizony bármilyen műszaki problémára mindig van standard megoldási javaslat, amely általában működik, jó hatásfokkal működik, és 200 éve így csinálják, és az ilyet lehet a végtelenségig finomítgatni, mint a japán kollégák szokták csinálni, és mindig vannak az innovátorok, akik a 200 éve jó megoldás helyett találnak egy jobbat, ami lehet, hogy nem feltétlenül a legkifinomultabb, és nem feltétlenül tud elsőre annyit, mint a 200 éve csiszolt megoldás, viszont olcsóbb, egyszerűbb, környezetbarátabb és egy csomó más előnye van, amely immár jobbá teszi ezt. Lásd, gőzmozdony vagy dízelmozdony, sőt, gőzmozdony vagy villamosmozdony. Vagy ha úgy tetszik, személyi autó saját tulajdonban benzinmotorral, személyi autó saját tulajdonban dízelmotorral, személyi autó saját tulajdonban villanymotorral, vagy közösségi autó, közösségi tulajdonban. Mi a szokásos meséljük most el, az önök kreativitásán múlik az, hogy az alap ismert dolgokból milyen újat hoznak majd létre, mikor tevékeny mérnökök lesznek. És hát károsodási határok meghatározása, különböző terhelésfajták esetén, ha az ember mondjuk a cirkuszba tervez széket, de kis elefánt leül és integet, mármint olyan vad keleti országokban, ahol még engedik az állati domárságot a cirkuszban, akkor nem mindegy az, a széken az elefánt csak ücsörög, vagy toporzékol, nehogy Isten, a só része, hogy ugrál rajta. Mert nagyon másképpen kell ezt a széket akkor kialakítani belül. A külső kerekforma és a csiricsári festés az persze ismert, de a belseje az nagyon nagy forma. Jó, és akkor ha ezt így nagyjából megértettük, és átbeszéltük, akkor lépjünk tovább. A maradék 10 percben el fogom mesélni azt a fogalmat, amit úgy hívnak, hogy határterhelés. Jó? A határterhelés fogalma. A határterhelés fogalmát én leginkább egy klasszikus, egyszerű anyagvizsgálati módszer kapcsán szeretném elmesélni, amiről biztos már hallottak, mondjuk gyártás technológiából. Ugye itt van két tengelyünk, vízszintes tengelyen van valami epsilon jellegű mennyiség, a függőleges tengelyen van valamilyen szigma jellegű mennyiség, és itt akkor van nekem valamilyen görbém a kettő között. Valami ilyen jellegű görbe. Emlékeznek biztos arra is, mik a mértékegységei az epsilonnak és a szigmának. Az epsilon trükkös, mert neki olyan nincsen. Epsilon ugye a relatív nyúlás, azaz hosszváltozás per eredeti hossz, azaz mondjuk méter per méter mértékegység, méter per méter az pontosan kiüti egymást, tehát nincs mértékegységünk. A szigma az feszültséget szokott jelenteni, jellemzően megapaszkál az ő mértékegysége. És ez, amit látunk, ez a görbe, ez szokott például lenni egy szakító vizsgálat eredmény diagramja,
amikor egy hengeres próbatestet elkezdek húzni, és a húzás során vizsgálom a szükséges feszültséget. Tehát az anyagban ívelő feszültséget, bocsánat. Ilyenkor mondhatom azt, hogy ez a szint, ahol ilyen kis lépcsőcske van a rendszerben, szívós anyagnál, ezt elnevezhetem egy R, E, H, R index, kis E, nagy H határértéknek, amelyik a rugalmassági határa ennek az anyagnak, ami azt mondja, hogy hogyha a feszültség szint a rugalmassági határnál kevesebb, akkor elméletileg és nagyjából durván közelítve gyakorlatilag is a húzó erő megszűnése után az alkatrész visszanyeri eredeti alakját és feszültségmentes lesz. Hogyha a szigma feszültség az alkatrészben a húzóerő hatására az RH szintet túllépi, akkor az alkatrész maradó alakváltozást szenved, tehát a húzóerő megszűnésével nem nyeri vissza az eredeti hosszát, legfeljebb feszültségmentes lesz. Az REH-t, ahol az anyag viselkedése megváltozik, ezt úgy fogom hívni, hogy határállapot. Határállapot. Az alkatrészt a működés, üzemszerű működés során eddig az állapotig nem szeretném már elengedni, mert ott az alkatrészem, ha üzemszerűen olyan terhelést kap, hogy REH fölötti feszültség érték ébred benne, az baj. Akkor ott maradó alakváltozás fog történni. Ezért azt mondom, hogy itt definiálok egy alsóbb szintet. Az alsóbb szinten lesz nekem egy szigma meg megengedett feszültségértékem. Ez lesz a megengedett határterhelés. És azt mondom, hogy a szerkezetem szokásos üzemelési feltételei mellett az én feszültségérték kupacom a működés során ebbe a tartományba fog esni. Én az alkatrészt úgy tervezem, hogy a működés során az üzemi feszültség, ami az alkatrészben ébred az alkatrészt terhelő erők hatására, az a szigma megnél kisebb. Ha ezt szeretném fölírni, ugye azért oda, ez itt a megengedett üzemi feszültség zónája. És ebből az következik, hogy itt akkor a szigma kisebb egyenlő szigma megengedett. És a szigma megengedett, azt hogy fogom megkapni? Általában úgy kapom meg, hogy az REH per egy nagy S biztonsági tényező. Jó? Ez a szokásos megadása. Sigma úgy van tervezve az alkatrész, hogy a sigma pillanatnyi feszültségem legyen kisebb vagy egyenlő, mint a megengedett feszültség, és a megengedett feszültség az jellemzően a rugalmassági határ RH osztva egy S biztonsági tényezővel. S az nagy S. Megjegyzés. Határérték lehet feszültség és nyúlás egyaránt. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, hogy vannak olyan alkalmazások, amikor például a nyúlás a
kritikus, olyan a szerkezet kialakítása, hogy adott nyúlás értéket nem léphet túl a szerkezet, ezért ott nem a feszültségre figyelünk, hanem a nyúlás értékre. Mi itt a nagy S? A nagy S az nem más, mint biztonsági tényező. A biztonsági tényező az azt fejezi ki, hogy az adott témában mennyire vagyunk okosak, illetve az adott témában mennyire rendelkezünk tudással. Minél kisebb a biztonsági tényező, az adott témában annyival nagyobb tudással rendelkezünk, vagy minél kisebb az S, annyival, nagyjából igaz, annyira okosak vagyunk adott témában. Azt tudom mondani, hogy mit akar a biztonsági tényező, mérnöki tapasztalat, ez klasszikusan a hajótervezésnél domináns, a hajótervezésnél a hajóknak a jellemző méretei, jellemző arányai, azok le vannak könnyűbbe fektetve, ilyen széles hajónak, ilyen hosszúnak kell lennie, ilyen hajó forgattyús tengely átmérőhez, ilyen hajó forgattyú csap átmérő tartozik, ez mindig jó volt, tehát akkor ilyennek kell lenni. Ez konzervatív szakmákban teljesen jól működik. Mondjuk űrhajózásban ezt nem lehet használni általában. Ha a mérnöki tapasztalat, akkor vannak szokásos értékek. Illetve, ha nincsen tapasztalat, mert új dolgot tervezünk, új dolgot találunk ki, akkor pedig az ember ugye szerencsére rendelkezik hassal, a hasát megsimogatja, és akkor odarak egy kellően nagy számot. Ez a nem tudom. Faktor. Ha úgy sejtem, akkor mondjuk 8, 9, 10. Ha nagyon nem tudom, akkor 15. És akkor biztos jó lesz. És hát klasszikusan a szigma határ, vagy az epsilon határ, ezt az ember anyagvizsgálatból, anyagtudományból exaktul meg tudja állapítani. Tehát akkor ez itt nekem anyagtudományból jön. És ha anyagtudományból jön, akkor azt is fogom tudni, hogy anyagtól és nem csak anyagtól, hanem terheléstől is. Anyagtól és terheléstől függ. Hiszen fogjuk nem sokára tanulni, teljesen más számítási módot igényel az, amikor a kis elefánt üldögél a dobogón a porondon, és teljesen más számítási módot igényel, amikor a kis elefánt négy tappancskájával ugrabugrál a porondon levő dobogón. Másképpen kell tervezni, másképpen kell számolni, és a csiricsári festés alatt bizony a fa szerkezet teljesen más jellegű. No. Hölgyek, urak, szerintem nagyjából a másfél óránk le is telt, és akkor ilyenkor az ember fogja, utolsó megjegyzést még fölírja magának, becsukja a füzetét, levegőt vesz, elmegy sétálni egyet, megissza a szokásos fél liter kedvenc anyagát, és elmorfondírozik a hallottakon, és készül a következő órára. Jó?
És akkor talán van esély rá, hogy az önök fejében a kis kirakós darabkák a 14. hét végére szépen összeállnak, és kezdik érteni, hogy MSC végére milyen fajta kép lesz a darabkákból. Úgyhogy akkor én most köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor a kellő pihenőidő letelte után, mondjuk egy hét múlva javasolnám, hogy akkor vegyék elő az internet bugyraiból a következő előadását ennek a tantárgynak. Köszönöm szépen a figyelmüket!